emtv.hu Élmény és vélemény Ez itt a Parallaxis is becsatolni, indulunk 16 éven aluliak számára nem ajánlott Az MD Média bemutatja tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis. Megérkeztünk és megérkezett 2020 -20 első Parallaxis a Boldog évet, sziasztok! A 17. részben rögtön két világvége toplistával és egy tudományos és fantasztikus játékkal kezdjük az évet állandó műsorvezető társaimmal hamarosan jönnek a részletek, én Ádám vagyok, aki nem, és persze itt van a skype -a, a másik végén, a kutató, a klímaszakértő, a szokolébresztő dr. MZ Perix a fizikus, aki Miklós. Hogyan teltek az ünnepek Isaac Newton születésnapja? Sziasztok! Hát remekül, köszönjük szépen. Eseménydús volt. Valóban megünnepeltük Isaac Newton születésnapját, almákat akasztottunk a karácsonyfára, stílszerűen értitek, ugye? Szóval ez, ez, elég jó volt, és utána még a cheesy jó, vagyis Krisztus körülmetélésének ünnepén is megittuk a szükséges pesgőt, tehát minden érvényes. Nem tudom, ti mit kaptatok, mi az ajándékmentes karácsonyban hiszünk, de azt láttam a Facebookon, hogy a mi közösségi admirálisunk, az űrszekerek kapitánya, az impulzus podcastere Csaba, aki mérnök, egy Enterprise modellt kaptál, föld hívja a bóliánokat, Csaba jelentkezz! Igen, igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat és titeket is. Valóban egy Into Darkness Enterprise kaptam, mindig szemeztem ezekkel a boltokba, hogy milyen lehet egy ilyen modell, de hát önmagamnak nem vettem volna meg, úgyhogy így családilag ez összejött, hogy megvásárolták nekem, és hát ez sokkal nagyobb kihívás, mint gondoltam, mert úgy kéne festeni, ahogy én nem tudok, ragasztani is úgy kéne, hogy nem, nem úgy, ahogy én. Úgyhogy valahogy így összegányoltam, ezt a dolgot, de lehetett volna ebbe olyan 80-szor több munkát is tenni, és akkor, akkor egy kicsit szebben néznek ki, de már ez is elég nagy lépés volt, hogy ezt így össze tudtam rakni. Egyébként nem néz ki olyan rosszul, tehát hogyha valaki így kívülről meglátja, akkor nem az a gondolata, hogy ez így össze lett berhelve, de én látom benne azokat az apró hibákat, ahova még lehetett volna beletenni olyan 90-szer ennyi időt. De ez egy szakmai ártalom, tehát Csaba, aki mérnök, ugye ezt tudja. Most azt nem, de nem, el sem tudod képzelni, hogy mi miket gányolunk itt össze, amikor modelleket építünk a három és fél éves kisfiammal. De a lényeg az, hogy az egy nagy élvezet, amíg az ember létrehozza ezeket az objektumokat. Hát ezt igen, hiszem. azt gondolná az ember, így kívülről élvezetesnek tűnik, de nem mindig az. Ó, oh, hát sajnálom. Egyszer velünk is előfordult, hogy egy apollo Holdkomp modellt raktunk össze, és hát sajnos az egyik legfontosabb részét a létráját sikerült darabokra zúzni. Úgyhogy azóta itt nálunk az űrhajósok hát valahogy Leugranak ilyen rúd, a rúd, rúd igen, mint, mint a rúdon ereszkednének alá. De ez hát nagyon sportos. Lehet, hogy egy hatott gravitációban meg is lehet csinálni. És visszafelé fölpattannak a. Ahol hát! Igen, attól tartok. Hát mi segítünk nekik a kezünkkel. <laughs> Valószínűleg meg lehetne csinálni amúgy. Tehát az egy három és fél méteres ugrás lenne, neki futásból talán meg lehetne csinálni. Kicsit kosztorzok. Ideális példának ja. tűnik ez fizika az éjhára. Igen, jó, hogy mondod. Ahogyan azt már a felkomban említettem, a harmadik évben lévő podcastünk mai epizódjában két világvége toplistát hoztunk el nektek, a műsor első felében kibeszélünk, néhány népszerű filmekben, sorozatokban is feldolgozott, vagy hát, hogy is mondjam, nekünk tetsző lehetséges világvégét. Az aszteroida becsapódástól a gamma kitörésen át a szuperjárványig itt a bolygónkon és a naprendszerben egyaránt, amik kicsinálhatnak minket itt a Földön aztán a folytatásban elpusztítjuk a földet. Mai második toplistánkon olyan világvége koncepciókat hoztunk, amikkel mondjuk egy hollywoodi franchise főgonoszaként igyekeznénk kiirtani az emberiséget, vagy csak úgy, majd kiderül, a valósággal minden kapcsolat csak a képzelet szüleménye, és most ti is elképzelhetitek civilizációnk abszurd, de kreatív és főleg tudományosan megalapozott végét írjátok meg e-mailben a emtv.hu címre a ti verziótokat. Beküldési határidő 20-20 február 29. A beküldött pályaművekre mi hárman szavazunk majd Miklóssal és Csabával. A legjobbat egy három könyvből álló Star Trek könyvcsomaggal jutalmazzuk. Az április 5-én a kapcsolatfelvétel napján tartott űrszekerek közösség találkozó főszervezőjének az emtv.hu-nak felajánlásával. A rendezvényen egyébként természetes sem lesz parallaxis kerekasztal is, de most ne szaladjunk ennyire előre, jöjjön egy rövid spot, aztán azonnal kezdünk, jön a világvégetoplistánk itt a parallaxisban. Parallaxis élmény és vélemény, illetve tudomány is fantasztikum egy helyen. Kattints a video.ntv.hu oldalra, és válogass az ntv.hu, a Parallaxis és az Őszekerek közösségi flotta saját gyártású videóiból. Közösségi élmények, érdekességek, interjúk, helyszíni riportok, tudományos ismeretterjesztés, valamint tudósítás a legkülönfélébb rendezvényekről és exkluzív sajtóeseményekről. Video.ntv.hu Élmény és vélemény Tudományos és Fantasztikus Toplista a Parallax is van! Valóban, elkészítettünk egy toplistát, egy tudományos toplistát arról, hogy miféle világvége forgatókönyvek lehetségesek. A valószínűségük azok persze más-más más minden pont esetében, meg nem is tudjuk megjósolni egy csomószor, de általában olyasmiket találtunk, de nem csak, amiket egyébként Hollywood is így úgy feldolgozott, de azért mégsem teljesen a valóságtól elszakadt. Először is elmondanám, most így előjáróban, hogy hetet szedtünk össze, tehát a világ hét lehetséges végéről beszélünk. Azt még gyorsan előre bocsátom, hogy amikor világ végéről beszélünk, akkor általában idézőjel csak a Földnek, Sőt, általában kizárólag inkább csak az emberiségnek a, a végével kapcsolatos világvégéket fogunk felsorolni, tehát nem az univerzum megsemmisüléséről és hasonlókról, és még csak nem is feltétlenül a bolygó megsemmisüléséről fogunk beszélni, hanem hát önző módon azt hívjuk világnak, ami mi vagyunk, az emberiség. Tehát igazából az emberiség végeit keressük. És hát a felsorolásunkban, ha úgy tetszik a tudományos toplistánkban, az első helyen, az természetesen, ahogy sokan talán ki is találhattátok, az nem más állott, mint az aszteroidák vagy üstökösök becsapódása. Csak úgy. Hát természetesen ez olyasmi, ami egy valós veszély, olyannyira, hogy Bizony többször előfordult már ténylegesen, hogy kisebb-nagyobb objektumok, mérhető károkat okoztak, már az emberiség írott történetében is, pláne az előtt ugye tudunk nagy kihalásokról, és természetesen a filmkészítők is igencsak többször rájártak a témára. Úgyhogy igen, itt van aztán mindenféle. Itt van az Armageddon 1998-ból, vagy ugyanabból az évből a Deep Impact című film. Szóval ez tényleg olyasmi, ami tudományosan valóban tökre megalapozott, kb. ismert is a hatásmechanizmus. 90-es években nagyon-nagyon divat volt ez a, ez a, ha katasztrófa film és a katasztrófa, akkor jön az aszteroida. Nem csak nagy költségvetésű hollywoodi filmek, hanem rettentő sok tévéfilm készült 90-es évek, főleg második felében azért erről nem, vagy ez csak nekem tűnik? Nem, így? nem, abszolút így van. Én szerintem ennek történetileg több oka is van. Egyrészt egyébként a 80-as években kezdett úgy igazán elfogadottá válni az az elmélet, és a korai 90-es években, hogy a dinoszauruszok végét 60 millió évvel ezelőtt, az valószínűleg egy ilyen becsapódás okozta. Azelőtt valahogy az emberek tudatában legalábbis a közéletben, vagy tehát az átlag emberek fejében, ha úgy tetszik, nem nagyon volt benne ez a lehetőség. Annak ellenére, hogy az emberiségben az aszteroidáktól és üstökösöktől van valami Kódolt ősi rettegésünk, hiszen tudjuk jól, hogy a középkorban, sőt már az ókorban is, általában ha üstökös tűnt fel az égen, akkor az általában szerencsétlenséget jelzett előre. Tehát nem véletlen, hogy, hogy sokan rettegtek például a héli üstökös korábbi felbukkanásaitól is. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés megint, hogy ez vajon honnan jön, hogy honnan tudja az emberiség. De igazad van, a 90-es években jött igazán divatba. Szerintem annak is szerepe volt a, a, ebben a folyamatban, hogy 19 1993-ban fedezték fel a shoemaker lévi 9 üstököst, amiről kiderült, hogy hát nem a Földet, de például a Jupitert eltalálta. Tehát konkrétan az emberiség a Hubble űrtávcső jóvoltából, meg az úton lévő Galileo űrszonda jóvoltából gyakorlatilag élőben követhette azt az eseményt, először a történelemben, hogy egy üstökös, sőt egy több darabra szakadt üstökös, tehát lényegében több üstökös becsapódott a Jupiterbe. Ami ugye a legnagyobb bolygó naprendszerbe, és látható volt, hogy mekkora robbanásokat és sebb helyeket hagy ezen az óriási bolygón. Tehát ez egy közvetlen élmény volt a 90-es években, és akkor persze, minthogy akkoriban váltak az előrejelző technikák is egyre fejlettebbeké, ezért aztán sorban elkezdték találni az olyan úgynevezett földsúroló kisbolygókat, Near Earth Asteroid, tehát föld közeli kisbolygókat, olyan kisbolygók, amiknek a pályája metzi a föld pályát. Ami azt jelenti, hogy előbb-utóbb, akár az is előfordulhat, hogy eltrafálja a földet, persze ezek -e -e általában nagyon soká fognak bekövetkezni, mert ugye az, hogy két pálya metzi egymást, abból nem következik, hogy a két égi a két pályán pont ugyanott van, tehát annak nagyon kicsi az esélye, de hát azért előfordulhat, tehát előbb-utóbb megtörténhet, és, és hát például az 1997-ben felfedezett kisbolygó, az 1997 XF-11, amit Jim Scotti amerikai csillagász fedezett fel, az aztán tényleg jó nagy riadalmat keltett, mert az első számítások azt mutatták, hogy ez mondjuk olyan 30 ezer kilométerre, vagy annál közelebb jön a Földhöz. Most tudjuk, hogy hát az a műhold a pályamagasság a környéke, tehát az tízszer közelebb van, mint a hold, tehát az aztán tényleg nagyon közel van, ez egy néhány kilométeres kis bolygó volt, ami bizony, ha becsapódott volna, akkor ilyen dinoszaurusz komolyságú dolgot eredményezhetett volna. És ebből óriási média szenzáció lett. Aztán persze a javított számítások kitalál, megmutatták, hogy csak sokkal később fog el, sokkal messzebb fog elhaladni ez a kis bolygó. de hát mindegy, bekerült a köztudatba a dolog, és ez egy nagyon jó reklám is volt, hiszen az emlegetett filmek, ami érdekes, hogy mind a kettő, ahogy mondtad, tényleg a 90-es években, sőt, ugyanabban az évben jött ki a két nagy költségvetésű film, és a Deep Impact meg az Armageddon. Hát azoknak egy jó reklám volt ez a kisbolygó felfedezés előző évben, mert bizony, hát azok mind erről szólnak. 2000-es években, akkor meg az Apple hmm. bukkant föl 2004-ben, és hmm. arra hát ilyen 2,7%-os esélyt jósoltak 2029-ben, úgyhogy elő-előjött, és azt hiszem, hogy ez az Apófis is ilyen nagyon pessimista cikkeket szült a sajtóba, és volt, volt, megint egy ilyen világvége hangulata a dolognak, és újra előjött egy ilyen második reneszánszát élte ez a aszteroida meg kisbolygóval ütközés. De hogyha ezeket így látjuk, akkor én mindig azon gondolkodom, hogy van-e mód erre felkészülni, tudunk-e tenni valamit, ha nem is olajfúrókat keresünk, de dolgozik ezen a náza, hogy mi van akkor, hogyha jósolunk egyet mondjuk nagy bizonyossággal, hogy ütközés lesz, Mit csinálunk vajon? Hát vannak ilyen projektek, igen, és vannak nemzetközi együttműködések is, de egyébként sokféle problémát vetesz fel. Az egyik persze a megfigyelés kérdése. Ezt, ahogy mondtad is, ezt kell csinálni, és szerencsére most már egyre több olyan kutatási program van, amik folyamatosan figyelik az egész égboltot. Bocsánat, az Armageddon című filmben elhangzik, ha jól emlékszem, akkor számszerűen 4%-ot mondotta az ember az égboltnak, annyi részét tudjuk figyelni. Mi a valóság? Mennyit látunk? Ugye például, ugye, ami a nap felől érkezik, azt, azt például nem is látjuk? Na igen, pontosan. Egyébként, igen, az armageddon el is hangzik az a nagy bölcs mondat, hogy az égbolt rohadt nagy ám, ugye? Tehát az égbolt <laughs> az valóban rohadt nagy. Nem tudom, hány százalékát fedjük le ilyen rendszeres megfigyelő programmal, de azt hiszem, hogy az nagyjából sokkal több már, mint 4 százalék. Azért azért a 90-es évek óta volt némi technikai fejlődés, tehát nem véletlen, hogy vannak ilyen Panstars például, meg lineár, meg egyéb ilyen földközeli kisbolygó megfigyelő automata távcsőrendszerek, amik mind azóta jöttek létre, és egyébként könnyen lehet, hogy részben a filmek hatására. Tehát, hogy a filmek hatására az emberek, az adófizetők elkezdtek aggódni ezek miatt, és ez lehet, hogy jót tett az ilyen irányú költségvetéseknek. Tehát a megfigyelő programokból már sokkal jobban állunk. Az az, az igaz, amit mondasz, hogy ami a nap felől jön, az természetesen sokkal nehezebb megfigyelni. Hát mert azt akkor ugye nappal kéne nézni, de nappal meg világos az ég. Úgyhogy igen, de nem véletlen, hogy, hogy mind a mai napig vannak meglepik. Tehát van olyan, hogy mit tudom én, néhány nappal a föld közelsége után veszik észre, hogy egy több száz méteres aszteroida mondjuk néhány tízezer kilométerrel a föld mellett haladt el. Tehát gyakorlatilag kb. azonnal mellettünk rögtön, tehát a föld maga 12 ezer kilométer átmérőjük körülbelül, tehát akkor, mit tudom én, volt olyan, hogy 20 ezer kilométerrel repült egy ilyen néhány száz méteres kődarab, amit egyébként csak néhány nappal később fedeztek föl, amikor már túl volt a fölközelségén, hiszen nappal volt erre felé, és nem lehetett látni. Tehát ez egy valós probléma. Ennek nyilván az lenne a megoldása, hogy az űrbe is telepíteni kéne ilyen megfigyelő tárcsöveket, ami konkrétan folyamatosan pásztázzák az égboltot ez ügyben. Ilyen célzott programról én nem tudok, de azért azt meg kell hagyni, hogy az elmúlt 20 évben az sokat javult a helyzet, tehát az a 4% ha igaz volt egyáltalán akkor, amikor a Bruce Willis-es filmet forgatták, az azóta biztos sokkal több. Egy kérdés, amit nagyon-nagyon régóta mondanak a környezetembe, hogy alkalmasint kérdezzem meg tőled, és valójában jogos. Te is említetted ugye a dinoszauruszok kipusztulását, és az akkor becsapódott asztalidát vagy üstököst, amit néhány dokumentumfilmben úgy mondanak, hogy becsapódott és földet ért, néhány szerint fölrobbant még, még az égben. Viszont a lényeg az, hogy üstökös volt ez, vagy aszteroida. A különbség micsoda a kettő között? Azon kívül, hát, hogy az az üstökös, nyilván vannak, be, van jég rajta, és csóvát húzza közelére a naphoz. De valójában aszter, aszteroida volt, vagy üstökös, ami kiirtotta a dinókat? Hát ugye ezt nem lehet tudni, csak azt lehet tudni, hogy valami becsapódott, és ezt pedig közvetett hatásokból lehet tudni. Tehát például azt lehet tudni, hogy bizonyos ásványok gyakorisága azokban a rétegekben, amik a 65 millió évvel ezelőtti rétegek, azok feldúsultak, és hát az egyben esik azzal a réteggel, ami fölött, tehát aminél újabb rétegekben már nincsenek például ilyen dinoszaurusz csontok. Na de általában ezeket az ásványokat, izotópokat, meg egyéb ilyen kis orvat gömböcskéket, amiket találnak ezekben a rétegekben, ez az idézi elő, hogy van egy óriási nyomáshullám, ami összeprésel mindenféle körzetet. tehát ez már csak a következménye annak, ami becsapódott, ezért nem tudjuk, hogy mi az, ami becsapódott, mert amit meg lehet találni, az nem magának az üstökösnek, vagy kisbolygónak az anyaga, amennyire én tudom, hanem ilyen közvetett hatás, amit éppen úgy kiváltatott

vagy kisbolygó. Az biztos, hogy egyébként ugyanebből a korszakból származik a Csíksz-Kulub kráter. A Jukatán félszigeten Mexikóban van egy marha nagy kráter ív, amiről azt szokták mondani, hogy az, az a 65 millió évvel ezelőtti becsapódásnak a maradványa. Tehát azt nagyjából tudjuk, hogy az a valami, hogyha tényleg így volt, az hol csapódott be. De azt nem tudjuk, hogy mi volt, és még azt sem tudjuk tökéletesen, hogy vajon valóban a földetérés előtt felrobbant-e vagy sem. Ugye van ilyen például a 1908-as Tunguska eset, ami... Szibéria közepére lepottyant egy, hát egy, egy, szerencsére sokkal kisebb test, ami ezért nem írtotta ki az emberiséget, csak letarolta több ezer kilométeres területen ott a tajgát, de hát azért az egy nagy baleset volt, csak szerencsére egy nagyon ritkán lakott helyen történt. Na ott, ott például az történt, hogy ez valószínűleg egy üstökös volt, és belépett a légkörbe, és még mielőtt elérte volna a talajt, az üstökös felizzott és szétrobbant, de hát így is letarolt mindent. Annak ellenére, hogy nem érkezett le, hát az a levegőben történt robbanás is le tudja tarolni, de ott nem keletkezett kráter. És éppen miatt azért, abból a tényből, hogy a Csicskulub kráter az létezik, tehát a Jukatán félszigeten megvan ez a kráterszerűség, amit a dinoszauruszokkal hoznak kapcsolatba, az nekem inkább arra utal, hogy valószínűleg ez már becsapódhatott. De hát ezek csak spekuláció. Tovább gondolva a dolgot, lehet, hogy ha becsapódott, akkor az lehet, hogy akkor az inkább volt kisbolygó, mint üstökös, hiszen leért a felszínre, tehát krátet csinált, de hát azért ezt csak óvatosan merném spekulálni. Menjünk is tovább végzett listánkon. Több tömeges kihalás is volt bolygónk története során, az egyiket ráadásul állítólag egy kitörés okozta. Persze, ezt nem lehet ezt se tudni. Az a baj, hogy ezek mind-mind-mind-mind nagyon... Uh, hipotetikus dolgok. Tehát azt lehet tudni, hogy volt sok kihalás a föld történetében. <laughs> Némelyikről talán lehet valami ötletünk, hogy mi okozza, de hát ezek mind, mind olyan elméletek, amiket nagyjából. Hát most vagy elhiszünk, vagy nem. Minden esetre a szupernova robbanások olyanok, amelyek nagy gamma sugárzást tudnak generálni, és bizony szupernova robbanások vannak. Ugye a szupernova robbanás az az, amikor egy csillag az nagyon durván felrobban. Ez, ez természetes, tehát a csillagok életének egy természetes szakasza, bizonyos fajta csillagok életének. A nap nem ilyen. Az a nem... nap az például pont nem ilyen, így van, így van, ahogy mondod, de nagyon sok csillagnak az élete az úgy véget, hogy puff, a végén szétrobban. Ugye egyszerűen arról van szó, hogy a csillagnak elfogy az üzemanyaga, a csillag ugye attól működik, hogy megy a belsejében a magfúzió. Most jelenleg például az van, hogy a hidrogén héliumá alakul, és akkor ez energiát termel, de aztán mi van, ha elfogy a hidrogén? Hát akkor jönnek a további elemek, jön a szén, az oxigén, stb., és akkor e legyártja lényegében a csillag az összes elemet, és amíg tud, megy valamiféle fúziós reakció. Aztán e megjelenik a vas. Aztán megjelenik a vas. Itt kezdődnek ugye a problémák, hiszen a vas az egy annyira nagyon stabil mag hogy ott azt már nem lehet fúzióval, tehát más atommagok hozzáragasztásával egy energia, energetikailag kedvezőbb állapotba hozni, mert az már egy annyira kedvező állapotban van, hogy az már a csúcs, tehát tulajdonképpen azt mondjuk, hogy minden atommaga lelke mélyén vas szeretne lenni és ha már vasból van a csillag, akkor már baj van, akkor már nem tud tovább menni a fúzió, és tehát ha nem megy a fúzió, akkor nincs ilyen hőtermelés a belsejében, ami egyensúlyt tart az egyébként összeroskadni akaró csillaggal, ami ugye marha nagy és nagy tömege van. Tehát a csillag elkezd összeroskadni. Na most oké, okay, összeroskad, de most az összeroskadásból hogy lesz szupernorobás? Hát gyakorlatilag úgy, hogy a kemény vasmagom, vagy ami bent van a csillag belsejében, erről az összeroskadó anyag gyorsan, szimmetrikusan összeroskad egy ilyen gömb, és akkor az belülről visszapattan tulajdonképpen. Ez a visszapattanás, ez, ez felrobbantja a csillagot. Ez a szupernova robbanás. Szerintem talán zárójában el lehet mondani, hogy ugye az egy a típusú szupernovák az, ami ugye nagyon sokat segít a csillagászoknak a távolságnak a kiszámításában. Így igaz, az egy a típusú szupernova, amiről beszélsz, az azért nagyon hasznos, ha úgy tetszik, mert az olyan fajta szupernova, amikor van egy ilyen vörös óriás csillag, meg egy fehér törpe csillag, akik egymás körül és a fehér törpe az ugye egy nagyon sűrű csillag, az olyan, amiben már nem megy a fúzió, de mégsem szupernova robbanásban ért véget. Például a nap is majd fehér törpe lesz egyszer. De abban már nem megy fúzió, az csak úgy szépen össze ilyen picire, és emiatt nagyon sűrű az anyaga. És aztán ő meg elkezdi a körülötte keringő társától átszipkázni az anyagot a nagy gravitációjával, és egészen addig szipkázza át az anyagot, amíg a ráeső anyag miatt a tömege ennek a fehér törpének az nem lesz nagyobb, mint 1,4 nap tömeg kb. És ha ezt eléri... Na akkor innentől kezdve viszont ő nem tud tovább fehér törpe lenni, mert már a nyomást azt már nem bírja ki az úgynevezett elfajult elektrongáz, és akkor ehelyett tovább összeroskad, lesz belőle neutroncsillag, vagy akár fekete lyuk, és mindeközben megint jön egy ilyen visszapattanós buli, és abból lesz egy A-típusú szupernova. És azért mondod ezt, amit mondtál, hogy ez nagyon hasznos a kozmológiában, mert az egy a típusú szupernovák, mivel hogy mindig pontosan ugyanolyan 1,4 nap tömegű csillagok ö, robbannak, természetszerűen, hiszen akkor lépik át ezt a bizonyos határt, ezért aztán mindig lényegében ugyanolyan fényesek. Most egy kicsit leegyszerűsítem a sztorit, de ez a lényege. Tehát emiatt tudni lehet, hogy egy ilyen típusú szupernova villanás, egy a típusú szupernova villanás, az igaziból milyen fényes, és emiatt aztán könnyű kiszámolni azt, hogy milyen messze van. Tehát ezek ilyen, úgy hívják ezeket, hogy standard gyertyák. Tehát ugyanolyan fényes gyertyák, amiknek tudjuk az igazi fényességét, és ezek ilyen kilométer kövek vagy mérföldkövek az univerzumban. Van olyan csillag a közvetlen szomszédságunkban, ami belátható időn belül szupernóvá alakulhat, és mondjuk veszélyes lehet ránk egy gamma kitörés által. Igen, én a Beetlejuice-ról tudok, de az nem veszélyes ránk, viszont úgy tudom, hogy a tudósok azok úgy figyelik, hogy bármelyik pillanatban szupernova lehet belőle, amit látni lehet majd innen is. A bármelyik pillanatban az azt jelenti, hogy itt millió éven belül bármikor, de le az is lehet, hogy már most Supernova csak még nem látjuk, mert hogy 650 fényévre van innen. Igen, és a, most egyébként a téli égbolton egyébként meg is nézhetik a betelgeúzét az emberek, tehát hogyha kikukkantanak, az az Orion csillagképben van, narancssárgás és villog, úgyhogy az tényleg egy vörös óriás. Le akar Én... hajtani a csillagpályáról. Egyébként hogy néz neki, hogyha felrobbanna, nappal is lehetne látni? Hát ha Betelgeóza felrobbanna, az valószínűleg igen, és egyébként több ilyen földközeli szupernova megfigyelés történt már a történelemben, például az, ami a rák ködött eredményezte, azt lehet tudni, hogy az egy 1054-ben felrobbant szupernova volt, és onnan tudjuk, hogy 1054-ben robbant föl, hogy a kínai csillagászok följegyezték és lerajzolták, és pontosan úgy, hogy a nappal égen is lehetett látni. De volt még a Tihónak a szupernovája, a Tihó Brahe csillagásznak a szupernovája, amit ő fedezett föl, az is egy nappal látható szupernova volt a 17. században. Na most ezeknek persze egyébként az hozzáteendő, hogy ezeknek nem, volt, ezek nem voltak annyira közel, hogy olyan élővilágot érintő hatásuk lett volna, de azt számítják a csillagászok, és én ezt nekik elhiszem, hogyha olyan 30 ezer fényéven belüli távolság, 30 kötőjel ezer, tehát nem 30 ezer, 30-tól ezer fényévig terjedő távolságon belül következik be egy ilyen komolyabb szupernova robbanás, akkor annak elég csúnya hatásai lehetnek. Azt mondják, hogy 3-4 fokkal is fölemelkedhet a Földnek az átlag Ami egyébként egészen elképesztő számomra, de hát én ezt elhiszem most így bemondásra, nekik, viszont azt is mondják, hogy, ha kiszámoljuk, hogy milyen gyakran történnek szupernova robbanások, akkor viszont ez elképesztő, mert azt mondják, hogy hogy az elmúlt 11 millió évben ebben a 300 parcekes vagy 1000 fényéves távolságon belül 20 supernova robbanás történt. Ami azért rengeteg, hát 11 millió év az nem olyan sok, szóval sok minden van, és hát a Betelgeuse is végül is ebben a tartományban van. De nyilván ez a 3-4 fokos hőmérséklet emelkedés, ez nyilván a közelebbiekre igaz, tehát én ezt nem vagyok hajlandó elhinni ennek a cikknek, amit most nézek. Hogy De hogyha, itt... tehát 35.000 Fényévet mondtál? Nem, ezt mondom, ez félreérthető volt. Azt mondtam, hogy 30 kötőjel, ezer. <laughs> nem akarok úgy ja, beszélni, hogy mint 30... a Madagaszkár pingvinai. Tehát mondjuk azért. az, hogy 30 fényév, ami, ami a legveszélyesebb. Ah, lehetne. Ja. Hát nyilván, ami még közelebb van, az még veszélyesebb. Szóval ez egy marhaság. Csak nyilván megnézték, hogy melyik a legközelebbi olyan csillag, ami egyáltalán szóba jöhet mostanában ilyen szempontból. hogy Én nem is tudom, ez hogy jött ki. De hát az biztos, nyilván, ha a csillag felrobban, tehát most nem a napra gondolok, hanem mondjuk az Alfa úrira, vagy valami ilyesmi, hát az nyilván még durvább hatás. De az az érdekes, hogy itt a fő hatásnak azt írják a források, hogy a gamma sugárzás a lényeg, amit Ádám is mondott. Tehát, hogy kijönnek ezek a nagy energiájú részecskék, vagyis hát fény tulajdonképpen, nagy energiájú elektromágneses sugárzás, gamma sugárzás, ami az az elsődleges problémája, amit okoz, hogy amikor jön a sok gamma sugárzás, akkor az szétszedi a nitrogén és oxigén molekulákat a légkörben. Tehát az N2O2 molekulákban a kötéseket ezt föllazítja. Tehát a molekuláris nitrogénből és molekuláris oxigénből, ami ugye a légkörünkben van, rengeteg, azokat nitrogén oxidokká fogja alakítani, és ráadásul az egész ozon réteget ezzel tönkre fogja tenni. És hogyha az ózon réteg, amiről tudjuk, hogy az egy védőernyő nekünk, a napnak, meg a, a kozmikus, meg a világűrnek a halálos sugárzásától, az, szét, az szétrolkodja ez, ez, a sok nitrogénoxid, és ezzel lesz a baj. Tehát nem közvetlenül a gamma sugárzás, hogy az életet szétzúzza úgy direktbe, hanem szétzúzza az ózorréteget, réteget, és akkor az miatt leszünk nagy bajban. És azt mondják még, hogy simán lehet, mert ez egy teória, hogy például a dinoszauruszok megjelenése, tehát nem a dinoszauruszok kihalása, hanem a dinoszauruszok előtt is volt egy nagy, egy ki, nagy kihalás a perm-triász korszak határon, és azt szokták mondani, hogy az ott gyanús, hogy az egy supernova lehetett, de hát, hogy ezt mi alapján mondják, meg mik a bizonyítékok, az nekem nem triviális. Van ehhez is filmünk, szerencsére nem annyi, mint a becsapódásokhoz, de a végtelen határok az 1990-es évekbe futó sorozatnak van egy Inconsistent Moon című epizódja, amiben egy tudós, ha jól emlékszem, valamilyen professzor felfedezi, hogy egy kicsit fényesebben világít a hold, és arra következtet, hogy itt valami napkitörés történt, és a világnak a másik fele, ahol most nappal van, már elpusztult. Bár itt az IMDB-n az összefoglalóban úgy írják, hogy ez a tudós ez egy szupernovára következtet, de én hogyha úgy emlékeznék az epizódban, hogy ez csak egy napkitörés volt. Én is így emlékszem egyébként, de ha ti jobban emlékeztek, akkor mindenképp kommenteljetek és írjátok meg e, nekünk. A napunk kapcsán már említetted Miklós neutroncsillagot. neutroncsillag fekete lyuk idegen bolygó. Mi van, ha random dolgok lépnek a naprendszerünkbe? <laughs> Igen, ez egy másik dolog, ami egyébként összefügg az üstökösös témával, amit már kibeszéltünk. Mert hogy, oké, okay, az üstökösök, ugye. Tudjuk, meg a kisbolygók, azok ki tudják írtani az élővilágot. Ja. Na de, eleve az üstökösök, például az üstökösök, hogy kerülnek ide be a belső naprendszerbe? Kisbolygókat azokat nagyjából értjük, kisbolygók azok itt születtek. Rengeteg kisbolygó kering például a Mars és a Jupiter között. De hogy jönnek ide az üstökösök? Már pedig szoktunk üstökösöket látni. Hát az üstökösök a naprendszernek a legkülső régiójába jönnek, állítólag. Ezt a régiót úgy hívják, hogy órt felhő, ami egy hatalmas tartománya a naprendszernek, ami akár egy, egy fényévnyire kilóghat, tehát iszonyatosan nagyon nagy. Tehát azt gondoljuk, múltkor mondtunk ilyeneket, hogy a Voyager Kiléptek a naprendszerből. Persze, olyan értelemben léptek ki a naprendszerből, ami a sugárzási viszonyokat illeti, tehát elhagyták azt a tartományt, amit még a napnak az elektromágneses meg részecske sugárzása dominál, és most már a csillag érzik, ilyeneket mondtunk. De persze az nem jelenti azt, hogy a napnak a gravitációs környezetét is elhagyták, tehát az még nagyon-nagyon messze lesz, mert a naprendszer sokkal nagyobb ilyen értelemben, és van ez a hatalmas tényleg mondtam, hogy egy fény évig kiterjedhet ez az ort felhő, ami az a terület, ahonnan a üstökösök jönnek. Most ott még ugye nyilván senki nem járt, és nagyon messze van ahhoz, hogy ottan ezt lehessen látni bármit, de hogy kontextusban jelzzük, ugye ne felejtsük el, hogy a legközelebbi csillag a naphoz az négy fényévre van. Tehát, hogy a távolság negyedéig még olyan, hát ilyen jégtömbök hó, jég, tömbök vannak, amikből az üstökösök lesznek, hogyha valamilyen hatásra, valamilyen gravitációs hatás következtében ezek az üstökösök bejönnek a naprendszer belsejébe, és ugye a hógolyóból, vagy hómogyoróból, mint amiről múltkor beszélgettünk, hogy ez a kis régebben ultima túlenér névre keresztelt objektum is valami ilyesmi lehetett amúgy, külső naprendszerben, tehát, hogyha ezek bejutnak a belső naprendszerbe, akkor ugye fölolvad egy része ennek a jégnek, vagy hónak, vagy piszkos hógolyónak, aminek ezt az üstökös magot tekintjük, és akkor abból lesz az üstökösnek a csóvája, hogy itt kiáramlanak belőle a gázok. De ezek amúgy odakint vannak, tehát nem a belső naprendszer lakói, tehát ott nincs is csóvájuk nyilván, mert ott messze vannak a naptól és hideg van, ezek ott kint vannak. És akkor a kérdés az, hogy mitől jönnek mégis be. Ezt néha rászokták fogni arra, hogy a Jupiternek a gravitációs hatása, de hát ez annyira nem meggyőző, viszont úgy tűnik, és ez nagyon divatos elmélet volt a 80-as években, ez a, például ez a nemezis elmélet, ez azt mondta, hogy ha megnézték a nagy kihalásoknak az időskáláit, hogy mikor haltak ki az élőlények, például a dinoszauruszok, stb., akkor azt tapasztalták egyes kutatók, hogy minthogyha lenne egy ilyen 25-26 millió éves periodicitása. Tehát, hogy minthogyha ezek a kihalások ilyen időközönként követnék egymást. Most a dínokról tudjuk, hogy valami üstökös írtotta ki őket. És akkor felmerül a kérdés, hogy oké, okay, de hát mi az, hogy 26 millió évente jön egy csomó üstökös, vagy mi? És akkor valaki kitalálta, hogy lehet, hogy itt arról van szó, hogy pont ebbe az ort belép ilyenkor valami külső bogje, objektum, valamelyike azoknak, amiket te felsoroltál, mondjuk egy barna törpe csillag, vagy egy, hogy is mondtad, egy neutron csillag, ugye, ezeket ugye nem lehet látni, ugye, azért jók. Akár egy fekete lyuk, hát ugye azt se lehet látni, egy icipici mini fekete lyuk belép nem a belső naprendszerben, hanem marha messze a külső naprendszerben, de ezzel a gravitációs hatással belendít egy csomó üstököst, és akkor emiatt 26 millió évente hirtelen marha sok üstökös van, és abból egyik másik eltrafálja a bolygót, és kész a katasztrófa. Tehát lényegében ezek az elméletek ezt mondják, Ugye a nemezis elmélet, amit emlegetem, hogy a 80-as években nagyon divatos volt, az konkrétan azt mondja, hogy van egy nagyon halvány és ezért láthatatlan kísérő csillaga a napnak, ami nem is világít, tehát nem egy olyan csillag, amiben elindult ténylegesen a fúzió, tehát ragyog, hanem egy úgynevezett barna törpe, ami csak infravörösben világítana, távoli infravörösben, amit nem is lehetne látni a Földről. És ez lehet, hogy mondjuk pont egy olyan elnyújtott pályán kering a nap körül, hogy pont 26 millió év alatt jön annyira közel, hogy az ort felhőből be tudjon rölökni egy csomó ilyen üstökös magot. Most már ez az, ez, a, ez az elmélet, ez kevésbé divatos, mert 2009-ben a NASA megcsinálta a Y, műholdat, ami, amiknek konkrétan az volt a feladata, hogy infravörösben az egész égboltot feltérképezze. És állítólag azzal már lehetett volna látni egy ilyen barna törpe kísérő csillagját a napnak, ha lehet volna, de nem találtak ilyet. Tehát ez a barna törpe, föld körül, a nap körül keringő barna törpe kísérő csillag, ez mostanában annyira nem divatos, de amiket mondtál ilyen egyebek, hogy neutron csillag meg fekete lyuk, ez simán lehet, és azt még az infravörös távcső se látta volna. Úgyhogy igen, ez is okozhatja tulajdonképpen a dominó effektuson keresztül ezeket az üstökösös kihalásokat, és mondom, azt a 26 millió éves ciklust, azt még mindig nem magyarázta meg senki. Tehát azt senki nem tudja, hogy, hogy miért van ez a kb. periódikus jellege az ilyen kihalásoknak, azt biztosan tudjuk, hogy a föld pályának a dolgaival önmagában ez nem magyarázható. Felfedeztem, itt van egy olyan dokumentumfilm, hogy nem ez is the dark twin of the sun. Ezt érdem lehet, hogy ezt érdemes megnézni. Én azt jósolom, hogy itt csak összefoglalják ezeket a nagy kihalási hullámokat. Egyébként, hogyha már ezt szóba hoztad, akkor van egy videójáték, a Dead Stranding, ami szintén így csokorba szedi a kihalási hullámokat, és egy ilyen kitalált hatodik kihalási hullám van folyamatban, ami hát teljesen más, mint amiket itt mi felsorolunk, de nincs arra idő, hogy elmondjam sajnos, aki érdeklődik egy ilyen különös, apokaliptikus vízió iránt, ez próbálja ki a Death trendinget. A másik népszerű téma a 90-es évek katasztrófa filmjeiben a vulkánkitörés volt, sok lokális problémát okozott ez a Tűzhányó és a Dante Pokla című filmekben például, de néhány éve magunk is megtapasztalhattuk, hogy egy izlandi vulkánkitörés mekkora hatással volt ránk, ugye a leginkább a légi közlekedésünket bénította meg. De mi van a szupervulkánokkal, mint a Yellowstone Park, vagy mi van, ha ismét kitör India összes vulkánya, mint azt 2019 utolsó szokolébresztőjében is említetted, Miklós, a Vénuszon látjuk a jövőnket? Jaj, remélem nem. De minden esetre a Vénusz az egy mindenképp egy intő példa mindenkinek. A Vénusz, Vénuszról ugye azt tudjuk, hogy jelenleg tökéletesen lakhatatlan, tehát a Vénusz az nagyon jól közelíti a tüzes pokol kategóriáját, a szolid 90 atmoszférás nyomással, és teljesen átláthatatlan légkörével, és savas esőivel, és mit tudom én, mivel. De állítólag a Vénusz az egy egészen jó hely volt régebben. A régebben alatt azt kell érteni, hogy több száz millió évvel ezelőtt minimum, vagy még régebben. És a most két dolgot látunk a Vénuszon. Egy, áthatolhatatlanul sűrű légköre van, ez egy széndiokszid légkör. Tele van széndioksziddal, és mint jól tudjátok, ugye a széndiokszid az egy üvegházgáz, tehát a Vénuszon ennek a tüzes pokolnak az oka az az úgynevezett elszaladó üvegházeffektus volt. Na most mitől került az a rengeteg széndiokszid a légkörbe? És ez egy kérdés, mert hogy természetesen úgy tűnik, hogy a naprendszer között bolygóinak alapból szeret széndiokszid légköre lenni, de mennyi? Ez a kérdés. A marsnak is széndiokszid légköre van, csak az marha ritka. A Földnek is széndiokszid légköre volt, egészen addig, amíg meg nem jelent az élet rajta, ami aztán a széndiokszid légkört feldúsította oxigénnel. Tehát a széndiokszidból oxigént csinált, amúgy a Földnek az ős légköre is tele volt széndioksziddal. A Vénusznak is nyilván széndiokszid légköre volt mindig is, de mitől lett ilyen rohadt sűrű? Önmagában a bolygó gravitációja az nem indokolja, mert a Vénusz az egy akkora bolygó, mint a Föld. Tehát nem kéne, hogy amiatt legyen neki baromi sűrű légköre. És akkor itt jön a másik megfigyelési tapasztalat a Vénuszon kapcsolatban, hogy úgy látják, a radar keresztül, mert ugye csak radarra lehet megnézni a felszínt, pont a vastag feltőt a karom miatt, nem is lehet oda lelátni. Az űrszondák radarképei azt mutatják, hogy a Vénusz bolygó felszíne az marha fiatal. Tehát az összes többi naprendszerbeli objektummal ellentétben, például a Marsal vagy a Holdal ellentétben nem lehet igazán idős krátereket látni, alig lehet krátereket látni, friss lávafolyásokat lehet látni, ami nem azt jelenti, hogy folyékony láva, hanem csak egy csomó vulkanikus közet, de mindenhol. Nincs a Vénuszon aktív vulkán, de azt lehet látni, hogy relatíve fiatal a felszín. És akkor itt jött az ötlet, hogy aha, tehát lehet, hogy az történt, hogy valami miatt a Vénuszon egyszer csak kitört az összes vulkán egyszerre. És amiatt rengeteg széndiokszid került még pluszban a légkörbe, az megcsinálta ezt az elszaladó üvegház hatást, emiatt a Vénusz az úgy jó, olyan lett, amilyen, és közben a friss lávafolyások meg elfették a régi felszínt, és ezért látjuk ilyen fiatalnak a felszínt. És akkor itt megjegyzem, hogy még az is lehet, hogy azelőtt a Vénusz az egy jó hely volt az élet számára, tehát lehet, hogy ez a világvége forgatókönyv, ez egyszer már megtörtént, és ki is halt az élet, csak nem a Földön, hanem a Vénuszon. Senki nem tudhatja, ez még további kutatást igényel. Sajnos a Vénusz felszínén egyébként nagyon nehéz az életet keresni, pont ezért, mert egyrészt ugye fiatal felszín, és, és nem tudunk menni a régebbi étegekbe, meg hát mert annyira retentesek a felszíni viszonyok, hogy az űrszondák se nagyon bírják ott néhány percnél tovább. De igen, ilyen volt, és ahogy mondtad, állítólag azt hallottam a földtudós barátaimtól, hogy a földtörténetben is tudok ilyenről, hogy hát nem is arról, hogy a, a földbolygó összes vulkánja egyszerre kitört, de hogy az indiai szubkontinens összes vulkánja egyszerre kitört, arról tudunk, és megmérhető mérhető is, hogy ennek bizony volt nagyon komoly hatása a légköri széndiokszid koncentrációkra, tehát az üvegház hatások keresztül a hőmérsékletre is. Úgyhogy ez egy para, és a legnagyobb para, hogy nem tudjuk, hogy mitől volt. Tehát elég nehéz előrejelezni ezeket, és azt sem értjük, hogy a Vénuszon mitől történhetett ez. Szóval itt azért van mitől tartani. Ez bármikor bekövetkezhet tulajdonképpen, úgyhogy ez para. Igen. Jogos, hogy ott van a top listánkon. Mai társadalmunkban talán a szupervulkán mellett hasonló para, egy globális járvány elterjedése? Hát az talán nagyobb, nagyobb para, mint bármikor, mert ugye az emberiség történetében eddig a járványok azért valamennyire lokálisak tudtak maradni, de most már az egész bolygó egy falu. Ugye? Ezt világfalunak hívják, tehát ez azt jelenti, hogy ha most Szingapurban kialakul valami vírus, akkor az három napon belül Dél-Amerikában lesz. Mert hogy az emberek repkednek össze-vissza, tehát soha nem volt még ennyire szorosan összekapcsolt a társadalom, és hát nagyon jól tudjuk, hogy a nagyon szorosan összekapcsolt hálózatok, mint amilyen a társadalmi hálózat, logisztikai, kereskedelmi hálózat, az nagyon-nagyon sérülékeny is tud lenni, hogyha olyan kulcsfontosságú pontokban üt be valami gebasz, hogy szép magyar kifejezéssel fejezzem ki magam, ami a sok más tartományjal van összekötve. Tehát például, hogyha azért mondtam például Szingapurt, mert ez egy kereskedelmi központ, hogyha ott, vala, ott kifejlődik valami, mit tudom én, madárinfluenzának valami olyan verziója, ami valami új módosulás következtében át tud terjedni az emberre, és mindenki meghal, most csak úgy mondtam valamit, akkor bizony nagyon hamar elterjed, és hát az a baj, hogy egyre inkább, Annyira össze van kapcsolva a világ minden pontja minden pontjával, hogy már minden pont ilyen csomópontá válik szépen lassan, emiatt nagy baj van. Mert ugye tudjuk, hogy egy vírus az tényleg ki tud írtani egy civilizációt, ami nincs felkészülve. Ugye erre viszont van történelmi példa, ez kb. világvége kategóriás effektus, legalábbis civilizációk vége volt, amikor az európai hódítók ugye felfedezték, illetve gyarmatosították Amerikát. Na most jól tudjuk, hogy ott az azték, meg maja társadalmak, azok persze egyrészt nyilván Hernán Cortez, meg a katamarkai ütközet, meg mit tudom én, hát tudjuk azt, hogy, hogy, a, hogy a spanyol konkvisztádorok azok hogyan írtották ki ezeket az őslakos népeket, de hát ha úgy tetszik, a konkvisztádoroknál sokkal alaposabb munkát végzett, az európai vírusok áldásos tevékenysége, ugye nagy idézőjelek között. Tehát egyszerűen arról volt szó, hogy a dél-amerikai, közép-amerikai populációk immunrendszere még soha nem találkozott azokkal a vírusokkal, amelyekre az európaiak már évszázadokon keresztül immunisak voltak, hiszen tudjuk, hogy akkoriban ment a rengeteg himlőjárvány, meg pestis járvány volt Európában az elmúlt évszázadokban, az előtt, ugye az egész középkor ennek jegyében telt. Ennek eredményeképpen az európai populációkból lényegében kizárólag azok maradtak fönt, akik immunitást fordoztak ezekre a vírusokra, de ezek a másik civilizációk még soha nem találkoztak ilyen vírusokkal, és hát iszonyatos nagy ütemben ki is haltak, amint ezt egyébként Jared Diamond is leírja a kitűnő könyvében, ami magyarul háborúk, járványok, technikák néven jelent meg, ezt én mindenkinek nagyon ajánlom, és ahogy, mond, ahogy a címben is látható, a háborúk és a technikák is fontosak, abban, hogy melyik civilizáció kerekedik föl melyiken, de a legfontosabb szerep azért mégis talán a járványoké volt, és, és rengeteg példát lehet erre hozni, hogy az európaiak betették akár jó szándékkal a lábukat egy helyre, és akkor a, viszont a mindenféle vírusaik azok kiirtották a teljes lakosságot, a havai lakosság is így járt, ami több százezres milliós nagyságról leesett néhány tízezresre, onnantól kezdve, hogy az európaiak megérkeztek. Szóval, hát igen, tudjuk jól, hogy ez bizony para. És, és emiatt, hogyha kialakul egy új vírusváltozat, akkor lehet, hogy nem vagyunk. Elég gyorsak ahhoz, hogy megtaláljuk a védekezési módot, pont amiatt, hogy most már aztán soha nem látott sebességgel tudnak elterjedni. Még ide tartozónak gondolom egy kicsit talán azt a hülye ötletet is, hogy mi van akkor, hogyha egy vírus egy földön kívüli vírus. Akkor aztán tényleg jobban áll az analógia az indiánok versus európaiak helyzettel, mert akkor tényleg egy olyan vírus érkezne ide mondjuk a Marsról, vagy én nem tudom honnan, hogyha lenne ott esetleg valami kezdetleges élet, és véletlenül behoznánk akkor bizony nyilván olyan dolgok ezek, olyan vírusok, olyan baktériumok, amelyekre a Földön semmilyen életnek nincsen immunitása, és nincsen rá védekezési mechanizmusa. Hát Nem? még ha direkt az ufellárisok ide küldenek valami vírust. Hát bizony. Egyébként eszembe is jutott, hogy amikor ugye 50 éve volt, vagy hát most már 50 és fél, hogy először szálltak emberek a holdra, és ugye talán emlékeztek azokra a képekre, hogy akkor utána őket hetekig karanténban tartották, hogy hát, ha a Holdról hoztak valami vírust, és nehogy az emberekkel érintkezésbe lépjenek, és ha meggyőzöttek róla, hogy életben maradtak, meg átvizsgálták a Hold mintákat, a Hold mintákat, és ott se találtak semmi vírust, akkor utána kiengedték őket, de ez végül is jogos, tehát senki sem tudhatja, hogy milyen más életformák és vírusformák alakulhatnak ki máshol. Itt a természet által előidézett ilyen világvége forgatókönyvek közül talán ez a globális járvány, meg a szupervulkán a legátélhetőbb, úgyhogy jól állítottuk föl szerintem a sorrendet, bár még vannak itt nekünk mesterséges kataklizmáink. Hát az, hogy a kozmoszba történik valami, az nagyjából olyan, szerintem az emberek fejébe, mint hogyha biliárdoznánk, de a biliárdgolyókat egy hatalmas stadionban, egy focipályán lögdösnénk egymáshoz. Lehet, hogy a valóság még ennél is durvább egyébként. Úgyhogy ezek a, ez a két legutolsó menüpontunk az, ami, ami a legdurvábbnak hangzik, és a legátélhetőbb ilyen hát, emberiség kiírtó tényező lehet. Ha világvége listánkon helyet kapott a 90-es évek filmjeinek két nagy trendi katasztrófája az aszteroida becsapódás és a szupervulkán. Itt a helye a harmadik legnépszerűbb témának is. A mesterséges intelligencia elpusztítja az emberiséget. Jön az ítélet napja! Jaj, jaj! Jön? Megkérdezzük a mérnök kollégát, hogy mit gondol erről. Hát igen, valószínűleg jön, bár ugye Kömlődi Ferenccel sokszor beszélgettünk itt a Parallaxisban is élőben is, illetve a műsorban is jelen volt, és ő azt mondta, hogy ezek ilyen hát ilyen nagyon hollywoodi riaszgatások, és valószínűleg nem lesz ilyen, tehát nem fognak ilyen rossz indulatúan hozzánk viszonyulni ezek a, ezek a gépek. Én egy kicsit pessimistább vagyok ezzel kapcsolatban. Nem tudok erre semmilyen racionális, meg semmilyen ö, érvekkel alátámasztott dolgokat mondani. Egyszerűen úgy érzem, hogy ennek nem lesz jó vége. Egyen mindig lenyűgözött egyébként Kömlődi Ferencnek a, a nagyon optimista hozzáállása ez a kérdéshez, de persze elismerem, hogy ő ért hozzám Mondjuk én meg nem. De jó, mondjuk itt öntudatra ébredés, választuk le azért erről, mert hogy ugye volt az a chatbot néhány évvel ezelőtt, aki gyakorlatilag náci lett az interneten, mert Ugye egy tanuló algoritmusra rendelkezett, és hát az embereknek a rossz, rossz dolgait szívta magába. Hát Tehát... igen, Ferencnek ebbe igaz van egyébként, hogy nem maga a technológia és nem maga a mesterséges intelligencia lesz a probléma, hanem az azt körülvevő ember, hogy hogy viselkedünk azokkal a mondjuk az, hogy intelligens számítógépekkel, lehet, hogy, hogy, hát most nagyon bután fogalmazok, hogyha továbbra is ilyen segfejek maradunk, akkor ők meg tudnak ránk haragudni. Az is van, amit egyszer már valamikor adásban beszélgettünk is erről, hogy a mesterséges intelligencia azért olyan problémákat is felvet, ami nem feltétlenül az, hogy kiírt minket, hanem hogyha jobban kiismer minket, mint mi magunkat, akkor tulajdonképpen úgy vagyunk a rabjai egy ilyen rendszernek, hogy nem is vesszük észre. Tehát jól ismerjük mindannyian a különböző webes felületekről, meg közösségi oldalakról a célzott hirdetések rendszerét, amik egyébként esetenként teljesen mellé mennek, de néha tök jól betalálnak azzal, hogy a te mindenféle aktivitásod alapján kiválasztják, hogy mi a hozzád hasonló profilú embereknek a legjobban illeszkedő ajánlat, vagy kínálat vagy hír, akár az is lehet, hiszen most már a hír generálása fake news korában, már az, az sem mindegy, hogy kinek milyen híreket kapsz, vagy hogyha egy politikai párt vagy, akkor kinek melyik fajta reklámot küldött ki, mert nyilván más célcsoporthoz máshogy kell szólni. Ezt régen ilyen emberek csinálták, de most már automatizálható, hát ha nem is mesterséges intelligencia még, de deep learning algoritmusokkal, Mély, mély tanulási algoritmusokkal. Tehát akkor el se kell érnünk a mesterséges intelligenciáig, mert már ugye itt Igen. vannak a deepfake, a big data alapján Igen. manipulálható választások, a, az, hogy milyen híreket Igen. kapsz. Ez Na a ez deepfake az. egyébként szerintetek. Én most elsősorban visszadobnám a labdát Ádámnak, mint média médiagurúnak, hogy hogyan lehet ezzel ellen védekezni, hogyha tényleg én itthon tudok olyan videót csinálni, mondjuk róla, Ádám, <laughs> amiben te nem is vagy benne, nem is mondasz benne semmit, de mégis száz százalékig élethű. Mit lehet csinálni egy ilyen világban? Most így a karácsonyi időszakban nagyot futott a Stallone arcával a, a reszkesetek betörő Kevinje és a, a történet ö, zanzásított YouTube verziója. Valójában szerintem azért, én azt gondolom, és ahány Deepfake videót láttam eddig, az, az, mind látszik rajta, szerintem ti is látjátok, hogy, hogy, néha azért leesik, nem annyira tökéletes. Nyilván a technológia előbb-utóbb eléri azt a szintet, hogy, hogy megkülönbözhetetlen lesz, megkülönböztethetetlen lesz az emberi szem számára hogy deepfake videót lát -e, vagy nem. De hát szerencsére a, a kutatók és az ezzel foglalkozók azért tartják a lépést a, a technológiai fejlődéssel, és most is olyan algoritmusokon dolgoznak és fejlesztenek, amik 99,9999 amik 99 pontossággal megmondja, hogy deepfake videót lát-e. Szóval én az, valójában úgy képzelem, hogy ez mondjuk egy ilyen free, free deep, deepfake.net oldal létrejön, ahol így átfuttatom a videót, és akkor az megmondja nekem, hogy, hogy valóságot látok-e, vagy nem. Attól én nem félek, hogy a deepfake videók annyira tökéletessé válnak, hogy még a számítógépek számára is hihetőek lesznek annyira, hogy nem fogjuk tudni semmilyen módon megkülönböztetni a, a, a látottakat a, a, a valóságtól. Kicsit visszatérve a filmekhez, vannak ezek a Boston Dynamics videók, ahol különböző robotokat így rugdosnak, meg mit tudom én. Ijesztő! Nagyon, nagyon hát nem veszik azt. ki a kezéből Igen. azt a botot, amivel rugdossa. Én mindig ezt hiszem, hogy ez fog történni. Hát így kezdődnek a filmek, ilyen rémképekkel, hogy ütjük-verjük a robotokat, és aztán a robotok egyszer csak megmakacsolják magukat, megbokrosodnak, és akkor azt mondják, hogy vége. Igen, mert ez egy teljesen racionális döntés. Hát, hogy most már izé, ha vé, legyen vége, kiveszi a kezéből az csá. Egyébként pont most a tavalyi év végén e, került a mozikba a Jaxi túl okos telefon című. Egyébként vígjáték, de, de elég jól e, rámutat néhány olyan e, részére ennek a, ennek a dolognak, ami azért durva lenne, persze, mondom, vígjáték köntösbe öltöztetve, ugye, menjünk is tovább, Miklós Léces, konferált föl az utolsó menüpontunkat. Hát nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, ez ugyanis nekem egy személyes kedvencem, illetve személyes parám, ez megint csak a technikai világ végék rovadban versenyzik, hiszen most nem is a mesterséges intelligencia, hanem az úgynevezett végítélet fegyverek tárgyköre kerül elő, angolul a Doomsday Weapon, vagy Doomsday Device, vagy Doomsday Machine a kifejezések egyaránt használatosak erre a dologra, a mindenát nem más jelent, mint olyan fegyvereket, amelyekkel stratégiai okokból rendelkezhet egy nagyhatalom, és ezzel a fegyverrel az egész emberiséget el lehet pusztítani. Kérdés, hogy persze miért merül ez egyáltalán föl, hiszen mindenki a földön lakik egyelőre, miért jó egy doomsday device, vagy miért jut eszébe bárkinek ilyen szörnyűséget csinálni. Természetesen ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz vissza kell mennünk a hidegháború éveibe, amikor nagyjából úgy nézett ki a világrend, hogy volt két egymással versengő katonai, politikai szuperhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió és maga az űrkorszak is, amiről itt annyit beszélgettünk ezekben a műsorokban, az is kb. abból jött ki, hogy ők hát nagy előszeretettel fejlesztettek mindenféle fegyvereket, amikkel interkontinentális ballisztikus rakétákat, atomtölteteket, stb. amelyekkel egymást el tudják pusztítani, ha úgy alakul. Nyilván a cél nem az volt, hogy egymást elpusztítsák, hanem az volt a cél, hogy elrettentsék a másik hatalmat attól, hogy egyáltalán eszébe jusson megtámadni ő hiszen akkor olyan válaszcsapást kapnának, amit ők is megemlegetnének, és ezért aztán a béke záloga volt úgy mond, hogy senki nem támad meg senkit, mert mindenki fél a másik fegyvereitől. Ezt hívták úgy a katonai doktrinában, hogy mutually assured destruction, vagyis kölcsönösen biztosított megsemmisítés, amúgy ez jó pofa, mert az angol rövidítése ennek az, hogy med, vagyis őrült, és hát ez valami egy őrült világrend volt a, a, maga nemében, de ilyen értelemben stabil volt, hiszen mindenki tudta, az Egyesült Államok tudta, hogy nem érdemes Moszkvára rálőni egy hidrogénbombát, mert akkor utána azonnal ők is szinte automatikusan elindítanak 15 másik hidrogénbombát balisztikus rakétákon, amelyek meg az Egyesült Államok különböző városait fogják elpusztítani. És természetesen tudjuk jól, hogy be is voltak állítva, például még Magyarországon is voltak ilyen interkontinentális rakéták különböző helyeken, titkos bázisokon, most már azóta tudjuk, hogy hol, olyan rakéták, amikbe be voltak állítva konkrétan Washingtonra, New Yorkra, stb. stb., hogy ha jön egy jel, akkor ezeket el lehet indítani. Na most ennek az über dur eldurvított változata a végítélet fegyver. Amikor nem csak azzal tartott csakban a másikat, hogy őt meg fogod támadni, hogyha ő rakétákat küld feléd, hanem hogyha valaki rakétákat küld feléd, akkor te elindítasz egy olyan fegyvert, ami az egész földet, vagyis az egész emberiséget megsemmisíti. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen globális méretű, öngyilkos terrorista fenyegetés, ha úgy tetszik, hogyha valaki minket megtámad, akkor az egészet elfújjuk a francba. Na, ez az ötlet egyébként vitatható, hogy honnan jött, de az egyik első javaslója az éppen Szilárd Leó volt, a magyar származású ö, atomtudós, akinek egyébként magát a nukleáris lánc, láncreakció ötletét is köszönhetjük. Tehát ezt ő, ő találta ki először 1933-ban. Szóval, hogy ő jött elő először talán ezzel a javaslattal, hogy például, hogyha vennénk egy hidrogénbombát, amit egyébként szintén a magyar származás után eredének köszönhet a világ többek közt, tehát hogyha vennénk egy hidrogénbombát, és azt a hidrogénbombát körülraknánk sok száz tonnányi kobalt 60-as izotóppal, akkor a hidrogénbomba robbanás ezt a kobalt izotópot, ami nagyon súlyosan radioaktív, úgy szét tudná teríteni az egész Földön, hogy az egész Földön a nukleáris sugárzás az, az, élet számára elviselhetetlen szintre lépne, és akkor ez azt jelenteni, hogy mindenki kihalna előbb-utóbb, az élővilág tulajdonképpen kihalna, az emberiség mindenképpen. Lehet, hogy persze, mint tudjuk, a csótányok minden túlélnek, de, de az emberiség az kihalna. Na most az a legfélelmetesebb az egészben, hogy a javaslatok szerint az ilyen végítélet fegyverek azok úgy aktiválódnának, hogy nem kellene hozzá ember, hanem automatikusan indulnának be. Képzeljük el, hogy hogy mondjuk, ugye ettől jelentenek ők igazi fenyegetést. Hogyha például a, a szovjetek mondjuk az összes amerikai katonai bázis eltörlik a földszínéről, amit ismernek, meg az összes várost, tehát már konkrétan nincs Amerikában ember, aki meg tudja nyomni a nagy piros gombot, akkor is elindul magától. Ez a végítéletfegyver, mert ez a végítéletfegyver a javaslat szerint ez úgy van kitalálva, hogy a megindí az elindítás megakadályozásához kell emberi beavatkozás, tehát, hogyha senki nem nyomja meg a gombot, akkor indul el. Egyébként meg mindig kell egy ember, amíg, aki naponta megnyomja, mit tudom én, a gombot, és amíg van egy ember, aki naponta megnyomja a gombot, addig minden oké. Okay. Egyébként ezt is feldolgozta Hollywood, például a hát ilyen tragikomikus, brutális, de nagyon ismert régi filmben, a Dr. Strange Love-ban, ami 1964-ben készült fekete-fehér film, de ez pontosan ezt a koncepció dolgozza föl, hogy a szovjetek kifejlesztenek egy ilyen fegyvert, és az amerikaiak meg véletlenül egy technikai hiba miatt véletlenül elindítanak az oroszok ellen egy csapást, mert valamelyik generális vagy tábornok meghügyül és aztán nem tudják visszahívni ezt az alakulatot, és akkor egy ideig úgy tűnik, hogy megsemmisül a világ. Nem lőjük le a poént, tessék megnézni ezt az idén már bizony 55, sőt, most már 56 éves filmet, de hát a lényeg az, hogy ezek nagyon komolyan benne voltak a tervekben, és minthogy ezek nyilván szuper titkos projektek, ezért még hát nem akarok pánikot kelteni, de simán lehet, hogy valami ilyesmit építettek is. Bírjátok még a katasztrófákat, kedves hallgatók! Egy rövid szünet után visszatérünk, és elpusztítjuk a fel amit én személy szerint nagyon várok, de ne felejtjétek, most ti is elképzelhetitek civilizációnk abszurd, de kreatív és főleg tudományosan megalapozott végét, írjátok meg e-mailben a parallaxis kukac emtv.hu címre a ti verziótokat, beküldési határidő 20, 20 február 29, a beküldött pályaművekre mi hárman szavazunk Miklóssal és Csabával, a legjobbat egy három könyből álló Star Trek jutalmazzuk. Az április 5-én a kapcsolatfelvétel napján tartott űrszekerek találkozó főszervezőjének, az emtv.hu-nak felajánlásával. A rendezvényen egyébként természetesen lesz parallax és kerekasztal is. Azonnal folytatjuk. Ajánló következik. A nevem szem. White Sam. Na jó, igazából áron vagyok, de tényleg elindult Magyarország új mozis kibeszélő podcastje. A White Sam. A mikrofonnál Csaba, Magdi és Ádám az epizódokért kattints a whitesam.emtv.hu oldalra. Az űr. A legvégső határ. Ennek, Ennek a végtelenjét járja az Impulzus Podcast csapata. Céljuk a Star Trek tematikus hírek és epizódok kibeszélése, és hogy a magyar rajongókat eljuttassák oda, ahová még senki sem merészkedett. Az űrszekerek közösségi flotta hetente megjelenő kibeszélőjét az impulzus.űrszekerek.hu címre kattintva találod. Ajánlót hallhattatok. A Parallax is visszatért. Csatorna Tudományos és fantasztikus toplista a Parallax is van. Hát remélem, hogy a hatóságokban nem keltett gyanút, hogy én itt a műsorra készülés közben többször beírtam a Google-be, hogy hogyan pusztítsuk el a lehető legkönnyebb módon a Földöt. Több nyelven többször megismételtem ezt a keresést, és hát az a szomorú, hogy nem olyan könnyű, nekem azok voltak a szempontjaim, hogy viszonylag szerény kezdőtőkével, ugye komoly kapcsolati háló nélkül, state of the art technológia nélkül, hogyan sikerülhet ezt véghez vinni, nem nagyon. Tehát nem csak én kerestem ezekre rá, mert ezek a cikkek, amik kijöttek, már eleve úgy kezdődnek, hogy hát nem, sajnos nem lehet ezek nélkül megúszni a, a dolgot, úgyhogy az olyan olcsó Jánosoknak, mint nekem, nem nagyon van komoly eszköz a, a kezükben a, a, a világ elpusztítására, mindenképpen mélyen a zsebbe kell nyúlni, hogyha az ember egy jó kis világvégét akar rendezni. Azt mondja, szomorú. Igen, ez nagyon jó volt. Nekem van egy kedvencem, kezdjük is talán szerintem ezzel. Én nagyon szeretnék létrehozni egy fekete lyukat a, a, a szemben. Ez annyira nyilvánvaló, tehát nekem is ez volt az első ötletem, meg szerintem az emberek legtöbbje Ö, azt, azt gondolja, hogy hát ha valahol, akkor ott lehetne. Valamit csinálni, és annyira nyilvánvaló, hogy ott olyan kísérletek folyhatnak, ami ami balul is elsülhet. Miklós, szerinted mennyi arra az esély, hogy ott fekete lyuk, fekete lyuk nyílik? Nagyon jó pofa az egész kérdés, mert amikor láttam, hogy ez így fölmerült a műsortervben, akkor persze fölmentem az internetre, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy a CERN-nek, tehát az Európai Nukleáris Kutatóközpontnak, ami ugye Svájc és Franciaország határán kereszke, helyezkedik el Genf közelében, van egy saját hollapja, ami konkrétan ezzel foglalkozik, hogy does CERN create black holes? Tehát konkrétan annyira fel vannak készülve már erre a kérdésre, hogy egy konkrét honlapot üzemeltetnek a témában, és ennek a honlapnak amúgy úgy kezdődik a címe, hogy angelsanddemons.web.cern.ch Ugye emlékszünk egyébként erre a könyvre, arra a retten... Hát nem tudom, hogy hívják ezt az embert, aki a Da Vinci kódot is írta, mondjátok már. Dan Brown. Dan Brown, igen. Na most neki a korábbi könyve volt az Angels and Demons, Angyalok és Démonok, azt én is olvastam még annak idején, angolul emlékszem. És, és, ugye abban konkrétan ez szerepel, hogy a, hogy a CERN... A film is készült. Í, így van, és abban is ugye konkrétan a CERN-ben ugye csinálni akarnak valami világ elpusztítására való dolgot, ugye? Jól emlékszem, a CERN az biztos, hogy benne volt, és, és konkrétan talán a fekete lyuk létrehozás is szerepel. Antianyagrész. A film, én megmondom össze, hogy nem olvastam a könyvet, a filmben egy antianyagrészecskét lop, lopnak, ejtenek fogjul, a CERN, Aha. és később azt lopják el, és a köré och kan var vara fel. Ja, 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 igen, igen, igen. Egyébként az is egy jó világvége ötlet lenne, hogy csináljunk sok antianyagot, de most hagyjuk. Szóval a lényeg az, hogy igen, szóval a CERN az, az bizony foglalkozik a témával, de gyorsan tisztába is teszik a hollapjukon a kérdést. Hát azt mondják, hogy, hogy bizony jó pofa lenne ilyesmit csinálni, mert hogy miről van szó? Ugye a CERN-ben ütköznek, és ezek ugye a nagy energiájú részecskék, nagy energiai ütközései, és akkor bizony előfordulhat olyan, hogy úgynevezett nagyon rövid ideig, nagyon nagy energiafluktuációk lépnek föl, tehát ilyen kvantum bizonytalanság van ezekben a rendszerekben, ami azt jelenti, hogy a nagyon pici időkülönbségre, akár a vákumban, vagy a semmiben is nagyon nagy energiák állhatnak elő, és ez a nagy energia akár egy fekete lyuk formájában is testet tölthetne, de az mindenképpen egy mikroszkopikus fekete lyuk lenne, vagy egy úgynevezett kvantum fekete lyuk, írja a honlap, és az természetesen azt is jelenteni, hogy ez a nagyon nagy energia, ez csak nagyon rövid ideig lenne együtt, és akkor itt bejönnek azok, az, azok a jóslatok, amelyek egyébként részben Stephen Hawking nevéhez fűződnek, amelyek azt mondják, hogy a fekete lyukok egyébként az úgynevezett hawking sugárzás kibocsátásával megsemmisülnek, mégpedig minél kisebb a fekete lyuk annál gyorsabban, megsemmisül, és az ilyen pici atomi meg még annál is kisebb méretű fekete lyukak, hogyha valami miatt létre is tudnának jönni, akkor sem lennének túl hosszú idejűek, tehát valószínűleg nem állna elő még a cern energia szintjén sem az a helyzet, hogy akkor a... Fekete lyukat tudjunk létrehozni, ami egy hopp, beszippantja az egész bolygót. A részeskéknek, amik ütköznek, sokkal nagyobb energia kéne ahhoz, hogy olyan feketejük alakulhasson ki, effektíve melléktermékként, ami egyrészt fönnmarad hosszabb ideig, nem csak a másodperc tört részéig, és, és, kárt is tudna okozni. Igen, Erről így van? van, Így van. Hiszen ne felejtsük el, hogy ugye Einstein azt tanítja nekünk, hogy a tömeg görbíti a téridőt, igaz? Ezt megtanuljuk, meg már beszéltünk is róla többször ebben a, a Parallaxis podcastban is, hogy a tömegsűrűség az meggörbíti a téridőt, és a fekete lyukban sok tömeg van együtt kis helyen, és ezért begörbíti a téridőt. De Einstein azt is mondja, hogy nem csak a tömegsűrűség, hanem az energia sűrűség, tehát az energia más formái is görbítik a téridőt. Tehát igazából annyi az ötlet, hogyha egy kis helyen egy nagy energia van, akár egy tökrövid időre jelen, az olyan módon az pici, picibe ott maga körül a téridőt, és létrehoz egy iciri-piciri fekete lyukat abban a kicsi tartományban. Tudnád szemléltetni, hogy, ez, hogy mennyi energiára lenne szükség egy, egy, olyan, egy ilyen fekete lyukhoz? Egy olyanhoz, ami tartós? Mondjuk egy akkorával, akkorához, ami ténylegesen be tudná szippantani a földet? Hát vagy valami kezdeményhez, igen, tehát, Aha. hogy ami már elég lenne ahhoz, hogy ne párologjon el. Hát bizony, én úgy, azt hallottam egyszer, hogy ahhoz egy ilyen azt hiszem az egyik, egyik, egyik para, Parallaxis Live-ban beszélgetünk arról éppen az anyag-antianyag hajtóművek kapcsán, hogy mekkora anyagsűrűség kéne, vagy energiasűrűség kéne egy ilyen komoly téridő görbítéshez, és akkor valahogy, mintha az ködlene nekem, hogy itt annyi tömeget kellene energiává transformálni, mint, mint minimum a Jupiter tömege, tehát valami elképesztő mennyiségekről volt szó, ahhoz, hogy már olyan komolyabb görbületet érjünk el, de őszintén szólva nem tudok számot, tehát az, csak azt akarom szemléltetni, hogy a CERN-ben ilyesminek közelében sem vagyunk még, meg nem is leszünk. Hát hiába mondanál számokat, szerintem úgy körülbelül ketten értenék ezt meg a hallgatóink között, és ebben nem vagyunk benne mi Csabával. Meg én sem. Úgyhogy úgy, ez, akkor ez, 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 igen nehéz így lóvé nélkül, ha nincs egy Jupiter nagyságú bolygón minimum, vagy annál annyi energiád, vagy tömeged. Hát le vagyok lombozódva, hogy, hogy nem tudok terrorista akciót indítani a, a és nem tudom a részeske gyorsítót elfoglalni. Egyébként, mikor épült a nagy hadronütköztető, akkor tek ilyen teóriák, hogy, hogy, ugye akkor volt egy ilyen, nyitnak egy fekete lyukat para azért a, a, a közben beszédben. Ez, ez hát mennyire olyan volt... Is, hogy olyan is, hogy csinálnak egy újabb robbanást, ha emlékeztek. Az is volt egy para. Igen, ez, ez olyan szempontból, mennyire volt csak hype, negatív hype, és mennyiben... Volt olyan értelemben valóság, hogy ugye mielőtt megépült, azért ne, ugye részeske gyorsítók már előtte is voltak, de hogy a, a kutatók, a, az ott dolgozó tudósok, akik tervezték, meg ugye az egész tudós társadalom mennyire, mennyire tartott ettől, vagy ez csak a, a, a nép számára volt egy ilyen, ilyen bagatel uh, hype. Nézzétek, hát a kvantummechanikában ugye az a helyzet, hogy, hogy tulajdonképpen egy csomó minden megtörténhet, csak nagyon kicsi valószínűséggel. És ezek a valószínűségek persze az energia növekedésével jellemzően tudnak nőni. Tehát, hogy a, a kutatók körében az volt, hogy ők ki tudták számolni már akkor, hogy hogyha a jelenlegi fizikai elméletek érvényben vannak, akkor egy ilyen esetnek, tehát hogy egy mit tudom én, egy ilyen komoly földet beszippantani képes fekete lyuk létrejöjjön, annak annyira nagyon számszerűsíthetetlenül alacsony a valószínűsége, hogy, hogy, attól nem kell tartani. Ez két dolgot kell hozzátenni. Egy, a számszerűsíthetetlenül alacsony, az nem jelenti azt, hogy lehetetlen. Tehát a igen, és nagyon rövid ideig bármekkora energiafluktuáció létrejöhet tulajdonképpen, csak ezeknek kicsi a valószínűsége, tehát nagyon-nagyon kicsi. De és ez persze számításba vették. Ez az egyik dolog, hogy az nem jelent konkrétan fizikai lehetetlenséget. A másik pedig az, hogy a CERN nagyhadronütköztetőt éppen azért építették, hogy igazolják, hogy a standard modell, vagyis a jelenleg fennálló fizikai modellje az, az anyag alkotó részeinek az helyes. Tehát ebből az következik, hogy abban a mérési tartományban még konkrétan senki nem végzett kísérletet, tehát azért is nehéz megjósolni valaminek a kimenetelét, mert egyszerűen ugye az elmélet szerint ott kicsi a valószínűség, de mi van, hogyha ott kezdődik az új fizika? Ugye? Hát ezt például nyilván lehetetlen számszerűsíteni, hogyha a fizika nem úgy van, ahogy eddig hittük, akkor mi fog történni? Hát azonnantól csak vakon találgatás, tehát ilyen értelemben persze lehet mondani, hogy vállalatok, kutatók némi kockázatot, de hát azért racionálisan ez tényleg inkább egy túlhype dolog volt, mert ilyen értelemben mindenki mindig kockázatot vállal, aki bármilyen fizikai kísérletet csinál olyan dolgokkal, amiket még nem csinált más. Hát akkor lépjünk tovább. Az Alpha Hold bázisban megtörtént az, hogy elvesztettük a holdat már nem egészen emlékszem, hogy mi történt, valami felrobbant, esetleg egy külső beavatkozás hatására gyorsult fel az égi test, és távozott a naprendszerből, de én végig azon gondolkodtam, hogy milyen hatása lenne a Földre, hogyha tényleg eltűnne a Hold. Hát igen, mondjuk ez sem az olcsón megvalósítható kategóriában játszik, <laughs> hogyha az egyik napról a másikra valamiért egyszer csak úgy meltűnne a hold, hát az, az, az katasztrofális következményekkel járna. Engem nagyon-nagyon érdekelne, egy, egy kérdésem van csak, hogy felgyorsulna a földforgása annak a hatására, hogy eltűnne a hold? Várjál, ezzel most egy kicsit gondolkoznom kell. Attól tartok, még az is lehet, de az biztos, hogy a jelenlegi lassulása a földforgásának, ami van, persze csak nagyon lassú, de van, az megszűnne, mert ezt valóban a hold okozza. Ugye a hold az azt csinálja, hogy miközben kering a föld körül, ugye árapájt kelt, apájt és dagájt. Most az apály és a dagály keltése közben viszont súrlódások lépnek föl, ezek a súrlódások azt csinálják, hogy lényegében a föld forgását szépen lassítják. Emiatt aztán néhány milliszekundummal mondjuk száz év múlva hosszabb lesz egy nap, mint most. Lehet, hogy csak nanoszekundum, szóval nagyon kicsit, de egy kimutatható mértékben így van, ami egyébként azzal is együtt jár, hogy a hold viszont távolodik a Földtől, ez is egy kibérhető mérési tény, tehát ott vannak az Apollo űrhajók, által a holdon hagyott rézer tükrök, amik ilyen centiméteres pontossággal tudják mérni, hogy milyen messze van a hold, és az szépen látszik, hogy a hold az nagyon-nagyon lassan, de biztosan távolodik a Földtől. Na azért eltűnni még nem fog egyelőre, Na, szóval én úgy gondolom, hogy a föld napjának a hossza, az hát, a jó ég tudja, az biztos, hogy a lassulás az megszűnne, mert ennek a hold az oka, de hogy begyorsulna -e, azt nem tudom, viszont az biztos, hogy a föld tengeje az kevésbé volna stabil. Ez azt jelenti, és ez az élet kialakulása szempontjából amúgy állítólag nagyon fontos, hogy, hogy ugye tudjuk, hogy a, a föld Nek van egy tengelye, ami a keringési sikhoz el van döntve, ezért váltokoznak a Földön az évszakok, és azt is tudjuk, hogy ez a tengely mindig megtartja az irányát, vagyis hát úgy látjuk, mintha mindig megtartaná az irányát, és ez mindig a sarkcsillag felé mutat, ezért van az, hogy a sarkcsillag mutatja nekünk az év minden időszakában, jól megmutatja nekünk, akik itt az északi féltekén lakunk, hogy merre van éjszak. Viszont ilyen több tízezer éves skálán azért ez bólogat, meg körbe-körbe forog ez a tengely. Tehát az egyiptomiak idejében, például az ókori egyiptom idejében ö, még nem a sarkcsillag volt a sarkcsillag, mert akkor a föld tengelye másfelé mutatott. És állítólag, ha nem lenne ott a holdunk, akkor a föld tengelye még durvábban bólogatna, no nem ám ilyen napi szinten, de mondjuk több tízezres éves időskálán, a föld tengelye egészen egy megkergült búgócsiga módjára össze Ilyen bicikli szamutatás. kerék, amiben nyolcas van. Azt képzeltem el hirtelen. Igen. Vissza -vissza. Na igen, igen és az az életnek nyilván rettenetesen rossz lenne, tehát azt szokták mondani, hogy a hold keringésének mindenképpen van egy ilyen stabilizáló hatása. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy boldogat ugyan a föld tengelye egy kicsit, ezen az 50 ezer éves időskálán, de koránt sem annyit, mint amennyit a hold nélkül bólogatna. Na most ettől persze nem fog az emberiség rögtön eltűnni, viszont az árapály megszüntének, hogyha egyik napról a másikra elvinnék a holdat, mondjuk, hogy hirtelen egy varázsló puty ráütne a, a varázspárcával és eltűnne a hold, de akkor előtte azért az, az apály vagy a dagály az van valamilyen fázisban, és akkor ha a hold eltűnne, tehát a gravitációs hatás az eltűnne, akkor bizony óriási cunamikra lehetne számítani, hogy ez az hold által eltorzított alak, ez ahogy kiegyenlítődik, tehát akkor elég komoly mindenféle szökőárok és mindenféle dolgok, Jönnének, amíg ez le nem csillapodik. És hát itt jön egyébként az, hogy a holdnak sokat köszönhetünk, mert lehet, hogy éppen az árapály tette lehetővé azt is, hogy az élet egyáltalán kiköltözzön annak idején az óceánból a szárazföldre. Lehet, hogy a hold nélkül ez se történt volna meg. Sőt, tovább megyek. Állítólag a földtörténet elején volt egy olyan szakasz, egy olyan klimatörténeti epizód, amikor az egész Föld be volt fagyva. Ezt hógolyó Földnek hívják. Az azt jelenti, hogy az összes óceán be volt fagyva. De a teteje csak és az, hogy nem fagyott le az óceán egészen a legaljáig, tehát az élőlények valahogy át tudták vészelni ezt az időszakot a tengerben, már amennyire át tudták, az is a holdnak köszönhető, mert megint csak az árapály hatás miatt mozogtak azok a jégtáblák, meg melegítette a surlódási hőn keresztül az óceán alját, és emiatt nem engedte meg a hold, hogy a teljes mélységig lefagyjon az óceán. Ez bizony a holdnak köszönhető, hogy a hold, nem véletlen talán, hogy a három kőzetbolygó, a Vénusz, a Föld és a Mars közül éppen a Földön van egyedül egyrészt élet, másrészt a Földnek van aktív mágneses tere, ami ugye véd minket mindenféle szutyoktól, ami jön kívülről. A harmadrészt ugye vulkáni tevékenység ugye a Földön van, és élet is a Földön van csak. Meg folyékony víz is. És lehet, hogy ez mind annak köszönhető, hogy a három bolygó közül, a Vénusz Marsföld közül egyedül a Földnek van ilyen jó nagy holdja. Egyébként a mágneses mezőnek az eltűnését azt a, a kihagytuk, de hát egy gamma kitörésnél az sem segítene. Mit gondolsz, a, a nap körüli pályánkra hatással lenne a hold eltűnése? A nap körüli pályánkra? Hm, szerintem nem. Egy kicsit persze az van, hogy amikor a, a hold kering a föld körül, az igazából azt is jelenti, hogy a föld is, meg a hold is, ez a föld-hold rendszer közös tömegközéppontja körül kering, tehát egy picit ugye a föld ilyen módon nem csak egyszerűen végig megy a nap elipszis pályáján, hanem egy icipici hullámzás is van ilyen egy hónapos periódus idővel, éppen a hold keringése miatt, hogy ez egy picit rángatja a földet erre-arra, de azt nem hiszem, hogy ennek konkrétan valami fontos következménye volna a napkörüli keringésünk szempontjából, ezt leszámítva. A műsor első felében lévő világvigyelistánkon ugyancsak szerepelt a vírus, a vírus elszabadulása, a különböző vírusok elszabadulása. Miklós, te is említetted a földönkívüli eredeti vírust, és mondjuk mi van, ha én gazdagabb vagyok, mint a Csaba, és én a Google-be úgy keresek rá, hogy van is rá pénzem, hogy kiírtsam az emberiséget, és mondjuk egy űr semmire kellő elad nekem egy földön eredetű vírust, vagy mondjuk Persze, megszerzek mondjuk egy nagyon hímlő vírusta az egyik titkos laboratóriumból. Tehát ez kemény, akkor igazából, ha ilyen módon ki akarod írtani az emberiséget, akkor csak arra kell figyelni, hogy hogy tudod a lehető hogy mondjam, legeffektívebben szétosztani ezt a vírust az egész bolygón. Tehát én mindenképp azt javaslom, hogy akkor valami kereskedelmi központban, lehetőség szerint valami nagy nemzetközi repülőtéren enged ki a kis, nem tudom, Pandora szelencéjét, vagy nem tudom miben tárolotta ezt a rettenetet, és hát akkor ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan, nagyon sok helyre el fog tudni jutni az anyag. De mérnök mérnöki szempontból azért felvet még kérdéseket ez a dolog. Úgyhogy, Csaba, légy szíves, mondj valami okosat, hogy az Ádám hogyan tudna úgymond boldogulni ezzel az akcióval. Hú, bocsánat, nem figyeltem oda. Mi a kérdés pontosan? Hogyan lehetne legeffektívebben elterjeszteni egy globális vírust? Mondjuk ja, egy ez... himlőt, amit az Ádám szerzett egy titkos katonai laborból. És most a dubai reptéren vagyok, hogy é Nagyon jótól kérdezitek ezt, mert én mehatronika szakon végeztem el, és ott szereztem a diplomámat, ez azt jelenti, hogy logisztikát egyáltalán nem tanultam, úgyhogy felmentést kérek a válaszadás alól. <laughs> jó, de mi sem. Na jó, akkor ez ügyben tulajdonképpen csak arra tudunk hagyatkozni, amit én hallottam nem logisztikusoktól, hanem hálózatkutatóktól. És ott ugye mindig az van, hogy elemezték például a légi közlekedési hálózatokat, és kijelölték, hogy melyek a legsérülékenyebb helyek. Tehát, hogy van az a néhány nemzetközi repülőtér, ami, hogyha bedöglik, akkor például összeesik az egész légiközlekedés, és akkor ugyanezen az elven elindulva, persze mondhatjuk, hogy igen, akkor jól megnevezhető azon például repülőterek köre, ahol érdemes elengedni egy ilyen vírust. Ez lehet Dubaj, lehet Frankfurt, lehet természetesen a New Yorki Kennedy Reptér, meg lehet még néhány ilyen, a Szingapúr is szóba került már ezügyben, tehát azt hiszem, hogy ha az ember ilyen terrorista akciót tervez, és hihetetlen, hogy mi erről beszélünk egy podcastban. De hogyha az ember ilyen tervez, akkor ilyen helyekre érdemes koncentrálni. Igen, lehet, hogy ez az egész megközelítés inkább úgy lenne érdemes ezt tárgyalni, hogy Ilyen csomópont, közlekedéshálózati pontok megbénítása, különböző ilyen gyógyszerellátási útvonalak tanulmányozása lehet, hogy akkor hatékonyabbak lennénk. Egyébként nem biztos, hogy mi itt három értelmiségi beszélget, ki tudunk találni egy sokkal hatékonyabb módszert arra, hogy elpusztítsuk a Földet, mint amit jelenleg is csinálunk, mondjuk itt a Globális Kapitalizmus Fogyasztás-termelés címszó alatt. Ó, oh, bocsánat, Budapesten elég, ha leesik a hó, és megbénul minden. Hát nem kellenek ez vírusok, elég egy kis havazás. <laughs> Így van. És egyébként nem csak Budapesten, tehát én emlékszem, amikor az egyik londoni reptérem, most nem nevezem meg melyiken, de nem a legnagyobbban volt egy ilyen alkalom, hogy leesett 2 centi hó, de annyira nem voltak ott arra felkészülve, mert annyira ritka a havazás, hogy nem volt olyan gép, amivel eltakarítsák a kifutópályát, és akkor egy szolid két napot ott kellett még tölteni a reptéren, úgy, hogy már előzőleg az utolsó peniket is elköltöttük a boltban, mondván, hogy mindjárt indul a gépünk, akkor még ugye egyetemisták voltunk, és nem vetett fel minket annyira a pénz. Szóval igen, néha bizony ennyi is elég. Na majd amikor a keleti pályaudvaron az lesz kiírva, hogy aszterioide a becsapódás miatti késés, várható nem tudom 30 perc, azok lesznek a, az igazi Facebook kommenteket, majd akkor kell nézni, hogy miket fognak írni az emberek. Egy kis becsapódás és már vége is van a közlekedésnek, jellemző. Egyébként meg a keleti pályaudvar a késés és a 30 perc az nem, nem említhető egy mondatba. Keleti pályaudvar késés, 130 perc az már azért inkább. Lépjünk is tovább. Szerintem a következő és egyben utolsó világárpusztító ötletünkre, amihez talán a leg, legtöbb pénzre lenne szükség, lehet, hogy Ilon egyszer bedűhödik, akkor, akkor megvalósítja. Miről is van szó, Csabi? Hát arról, hogy valahogy ezeket az objektumokat, amik. Be becsapódnak a Föld felszínébe, azokat ilyen célzottan kéne nekünk keresni odakint a világűrbe. Az ihletet a csodálatos Dexter laboratóriuma adta, ahol, ha jól emlékszem, a Holdat sikerült megcsákjázni, és ide a Földre valahogy levonzani. Most mi van akkor, hogyha az aszteroida övben találunk egy jó kis bolygót, amit mondjuk egy célzott robbantással, vagy egy ilyen, hát pármillió kilométeres csörlő felhasználásával, egy ilyen irányító bezuhanás formájában idehúzunk a földre. Ez tökéletes, tehát ez a Bruce Willis bosszúja, nem? Tehát ez, ez az az eset, amikor te tökéletesen ugyanazokat a technikákat kell használni, csak más előjellel kell beindítani a rakétát, vagy robbantani az atomot. Tehát ugye, amikor az elején volt szó, hogy szép keretes szerkezetbe foglaljuk a műsort, hogy gratulálok az adásterv megalkotóinak ezúton is, mert ugye azzal kezdtük, hogy hogyan lehet egy aszteroidát eltéríteni, hát az aszteroidát el lehet téríteni úgy is, hogy pont ide jöjjön. Tehát, hogy ugye egy, pontosan ugyanannyi energia kell hozzá, mert hogy természetesen, ahogy megmondtuk az adás elején is, ugye van rengeteg földsúroló kisbolygó, tehát több százezer olyan égítest ismert, ami a méretükben nagyban különböznek, néhány méterestől több kilométeresig terjed ezeknek a mérete, amelyek a következő száz évben úgy kellőképpen közel jönnek a Földhöz. Hogyha az ember idejében módosítja az ő pályájukat, persze azt úgy is lehet, hogy pont elkerülje a Földet, de úgy is lehet, hogy pont ne. Tehát, Tehát a gallasz én... tudósok most persze. éppen azt hogy a Pófisz. 3%, na az már egy jó kiindulási alap. Nézzük Ez meg, van. hogy hogyan módosítsuk. Igen, egyébként ott inkább az a para tényleg, amit mondtam is, hogy a nemzetközi összefogást megteremteni azért nehéz, mert gondoljuk bele, van ennek egy érdekes aspektusa. Mondjuk kiderül, hogy van egy kis bolygó, ami nem annyira nagy, hogy az egész emberiséget kipusztítsa, de mondjuk arra elég, hogy mondjuk egy nagyon sűrű lakott részt eltaláljon, és mondjuk tegyük föl azt a hipotetikus forgatókönyvet, hogy az emberiségnek arra van lehetősége, hogy ezt eltérítse ezt a kis bolygót. Na de mi van, ha az eltérítés nem sikerül annyira teljesen jól, hogy az egész Földet elkerülje? Akkor mondjuk lehet, lehet mondani, hogy mit tudom én, akkor irányítsuk úgy, hogy leessen egy sivatagbra, de mondjuk az a sivatag is tartozik valamilyen országhoz. Tehát nyilván akkor azzal egy olyan kormányt vagy olyan népséget, még ha ritkán is lakott, de olyan embereket sodrunk veszélybe, akik amúgy nem kaptak volna semmi kis bolygót, tehát éppen a Föld túlsó oldalán lettek volna egy tökéletesen védett helyen például, de Emiatt, a kis korrekció miatt, meg most nekik lesz nehezebb, tehát ne, nekik lesz nagyobb valószínűséggel bajuk. Bocsánat, egy, egy, egy kis bolygó be, becsapódása azért az globális katasztrófa, mindegy, hogy a, a túloldalon vagyok, vagy nem. Nem, nem feltétlenül, mert ha például a Tunguszka esetre gondolunk, ami valószínűleg, jó, az pont üstökös volt, de mindegy, föl egy néhány méteres, néhány tíz méteres valami becsapódása, az, az mondjuk egy várost, simán el tudná Jó, Én... elnézést kérek, Igen. a Földet akarom elpusztítani. Jaj, bocs, bocs, bocs. <laughs> okay. És nem túl politikailag, nem túl korrekt, hogy itt kiválasztam, hogy most az amerikai kontinens, vagy az ázsiai kontinens, vagy az afrikai kontinensre essék, még az Afrikában el mert azért az az, az hozzánk talán elég közel van. Amerika, Amerika pusztul. Most de ez már. a kérdés, hogy még ez az ember, is, igen, jó, ilyen esetben talán egyszerűbb a helyzet, de egy lokális kisbolygó fenyegetettségben egyáltalán nem triviális elérni a nemzetközi konszenzust. Mert, oké, okay, hogy nem az, hogy most e helyet, A pont helyett B pontba fog leesni, nem is erről van szó, hanem hogy növekszik annak a valószínűsége, hogy ott esik le, más helyen meg csökken. Nyilván az a cél, hogy sehol se essen le, hanem a föld mellett menjen el, de más területek kerülnek nagyobb veszélybe, és ezért nehéz lesz megegyezni. Szóval itt ezek komoly, komoly problémákat fognak jelenteni, hogyha lesz egy ilyen akció. Ja, de egyébként igen, a kérdésre válaszolva technikailag semmi akadálya nincs. Sőt, talán, talán mindegyik közül lehet, hogy ezt a legkönnyebb kivitelezni a vírus vakcina doboz kinyitásán kívül, talán ez a legkönnyebben megoldható technikailag. Hiába kell hozzá sok pénz, de Szerintem egyértelmű, hogy mit kell csinálni, hogyha valaki így akar állni az emberiséget. Lehet, hogy Ilon Maskot kéne fogjuk lejteni és zsarolni, hogy ez megtörténhessen egy ilyen akció. Amúgy érdekes, hogy már másodszor kerül elő a Csávónak a neve. Tehát ő egy komoly para. Tehát hogy lehet, hogyha tényleg ő, egy, ő nem egy államnak az elnöke, hanem egy cégnek, de annak a cégnek iszonyatos ereje van, és olyan eszközei vannak, ami egyébként más országoknak e, sincs. Tehát, Például tehát, a Cybertruckja van. Hogy ja. egyet a <laughs> Igen, igen, igen. Hát a gőzlóban nincs is, ugye, de legalább egy cybertruck van. Meg hát olyan rakétái, amik uh, napkörű pályára tudnak állítani egy sportkocsit, vagy akár úgy ja, meg hát ötszinteni egy is. kis bolygót, hogy ránkessen. És az ez az az mind is. van. Úgyhogy ez egy kicsit tulajdonképpen para, és egy nagyon jó filmforgatókönyv ötlet. Mert hogy az államokat védi mindenféle nemzetközi szerződés ez ügyben, az 1967-es világűr szerződés például, Na de a cégeket, a magánembereket nem. De eddig ugye nem volt ilyen mag magánember, de most az itt emlegetett délafrikai úr az ilyen. Szóval igen. Most elképzelek egy olyan sajtótájékoztatót, ahol elkerülhetetlen aszteroida becsapódás esetén Elon Musk bejelenti, hogy majd ő fog akcióba lépni, és mindenkinek az a betörhetetlen üveg fog eszébe jutni, amikor nekidobják dobják a, a, azt a hát nem tudom, a acélgolyót a Cybertrucknak, mindenki egyszerre kezdi el vízionálni, hogy na, nézzétek, most küldöm a rakétát oda az aszteroida felé, és mindenki azt fogja látni, hogy lelki szemei előtt, egy szépen elkerüli a célt. Vagy ahogy, mint a füst abban a nevezetes videóban, a hogy ott a rádió interjú közben kiszállt Elon Musk szájából, ugyanúgy fog elzúgni a föld mellett az aszteroida. Na, mindegy, meglátjuk majd. Szóval a lényeg az, hogy ő maga önmagában egy para. Bár még sose gondoltam rá így, de egy órányi világvége diskurzus után már konkrétan Elon musk is félek, szóval azt hiszem lehet, hogy ez az a pont, ahol abba kéne hagynunk. <laughs> ez volt világvégi adásunk, köszönjük a megtisztelő figyelmet, a búcsúzik a következő alkalomig Miklós Csaba és Ádám, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nekem a Miklós után kell elköszönni az adásnapló után. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, t lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk támogass az ország legnagyobb Star Trek tematikus kifi portfólióját! támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a PayPal adománypontokat az űrszekerekbloghu vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük!